Sziasztok, Zsófi vagyok, bár 10 éve így kezdem a YouTube videóimat. Mostanában megfigyeltem, hogy érdemes hozzátenni még ezt-azt, pár információt, hát ha új vagy éppen a csatornán, vagy csak nem tudsz például bizonyos titulusokról, végzettségekről, amik szerves részét képzik a munkámnak egyébként. Szóval, sziasztok, Zsófi vagyok, 18 éve pilates oktató, hasreformer, hát a törzsizomra különös hangsúlyt fektetek, szomatodráma játékvezető most már 3 éve, illetve ultrarövid terápiás konzulens jelölt, talán 2 hónap múlva körülbelül már nem csak jelölt, hiszen elvégzem ezt a tanfolyamot is. Éppen innen jöttem egyébként a mai utolsó előtti képzésről haza, úgyhogy nagyon él még bennem ennek az élménye, ezeknek a gyakorlásoknak, nagyon-nagyon szeretem ezt is csinálni, hiszen a szomatodráma és az ultrarövid terápia ugye mindkettő dr. Buda László nevéhez fűződik, aki ugye főleg ugye szomatodrámán a testi tünetekből indul ki, ugye van a könyve a Mit üzen a tested, illetve van a Mit üzen a lelked, és most már a Mit üzen az életed, és ugye ez hozzám nagyon is közel áll ez a nézet, hogy ugye a testi tünetek azok üzennek nekünk valamit. Na de, lépjünk tovább, hiszen most ez a videó leginkább arról szól, hogy hol tartok éppen a felkészülésemben a futásra, a 10 kilométeres futásra, amit ugye el is mondtam, hogy nem akarok egyben 10-et lefutni egyelőre, 5-öt akarok egy nap alatt 5-öt, aztán 2-t és még 1-et. Tehát így lesz meg 8 kilométer, de ezt az előző videóból tudhatjátok, hogy miért így. Hát ez az a videó, vagy ez volt az a hét, ahol egyszer sem akartam futni, mindegyiket úgy kezdem, hogy semmi kedvem hozzá, és nézzétek meg, hogy milyen futások lettek belőle. Kikapcsolt, szóval ez a negyedik futásom így, mióta eldöntöttem azt, hogy 10 kilométert újra szeretnék lefutni. Egyébként egy kicsit csalódott vagyok, mert most megnéztem újra a Spár futóversenyen az időpontokat, a rajt időpontjait, és, vagy a rajtokat, és pont fordítva van, mint ahogy azt a női futásnál így megszoktam. Megszoktuk, szóval az a hosszabbak vannak előbb. És például a családi futás, az 1 kilométer, az délután 4-kor van, ami szerintem nagyon fura, hogy a gyerekekkel délután 4-kor fussunk. Előtte van a 2 kilométeres, vagy nem, azt hiszem a 2 kilométeres váltó, amit a Testreforma Klub társakkal szoktunk, az van 4-kor, és akkor előtte van az 1 kilométeres, most nem is tudom, de előtte van a 10-es is, meg az 5-ös is. Hát nyilván megvan az oka, hogy miért így csinálják, mindegy. Nekem az én biológiai órámhoz, meg a mi életvitelünkhöz, napirendünkhöz ez kevésbé passzol. Meg hát amúgy a futásnál is ugye, hogy már ezt elmondtam szerintem, hogy olyan jó lett volna, hogy 1 kilométer a családi futás, utána 2 kilométert a lányokkal futok, és akkor 5 kilométerrel pedig zárom az egészet. Na, de mindegy, hát akkor most erre készülök föl, hogy így lesz. Na, meg volt ez a mai is, körülbelül 5:20 volt a vége, mint 5200 méter körül. Nem tudom pontosan, mert mindegy, azt hittem, hogy még nem szabad kikapcsolni a Runkeepert ahhoz, hogy benne legyen, tehát hogy meglegyen ez a mai edzés. Ki lehetett volna, mindegy, hát még tanulom. Sose edzek edzéstervre, főleg nem online-ra. Na, szerintem ez most megint tök jól ment. A sebesség is jó volt, a szufla is jó volt, jól is éreztem magam. Kivéve akkor, amikor ráléptem egy mesztelen csigára, és azt fölcsaptam a térdhajlatomba. Utána eszembe jutott, hogy le kellett volna videóznom nektek, de... nem. Na, hát így ment ez a mai. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me.
happy in your company with no emotion, 'cause my love. Ez az én fancy reggelim. Na hát ezt a jó kis szendvicset kb. 3-4 órája ettem. Nagyon nincsen kedvem ma futni. Korán akartam kijönni, de ez nyilván nem jött össze, de főleg azért nem jött össze, mert nem volt kedvem. Most azért vagyok itt, hogy mert csinálom ezt az edzéstervet, és egyébként valószínűleg eljöttem volna, mert azt már így gyerekek óta azért így megtanultam, hogy amikor lehetőségem van rá, akkor jövök. Ja, itt szoktam tartani a kulcsom. Szóval most van lehetőség, biztos, hogy eljöttem volna, de az is biztos, hogy szerintem most gyalogolnék itt. Nagyon szeretek itt lenni. Egészen biztos, hogy nem futással tölteném ezt az időt. Na de, hajrá, Zsófi! We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Na, megint itt vagyok. Itt vagyunk a sziget csúcson. Fú, nagyon késő van, és semmi kedvem nincsen futni. Nagyon-nagyon nehezen indultam el, de hát... Hát most igazából az edzéstár miatt vágok bele, meg mert nektek már elkezdtem videózni, és most úgy érzem, hogy akkor így muszáj. Nyilván azért, hogyha annyira nagyon fáradt lennék, ugye most már 2 napot itt aludtunk, vagy rosszul lennék, vagy ilyesmi, akkor nyilván nem csinálnám, tehát annyit azért nem ér, hogy mondjuk lesérüljek, de kedvem nincs. Úgyhogy egyébként ezt mindig mondom is, így intuitivitást is belevéve, hogy azért tegyünk különbséget, hogy arról van szó, hogy nincsen kedved, vagy hogy tényleg ma nem kell mondjuk sportolnod, mert több kárt okozna, mint hasznot. Úgyhogy szerintem ezt erre mindig figyeljünk, és mindig kérdezzük meg magunktól, hogy miről van szó. Hát és nekem most a kedvemről, úgyhogy megyek. Na, hát ez sokkal jobban mentem úgy, mint hittem. Volt olyan, hogy meg se álltam, mikor kellett. Úgyhogy ez meglepett. Viszont már úgy indultam el, hogy a bal bokám, vádlim, az azért, hát az eléggé fájt. És persze erre lehetne mondani, hogy a bal oldal, a női oldal és egyebek, de azért is szomatodráma játékvezetőként tudom, hogy ezt azért így mélyebben, ennek azért így mélyebben utána lehet járni, hogy mit üzen nekem konkrétan az én tünetem. Hát ezt majd meg is fogom tenni. Na de ez egy jó futás volt. Így telt tehát ez a második hét. Igazából tök jó futások voltak. És nagyon köszönöm, hogy itt vagy, és hogy kommenteltetek nekem az előző videóhoz is, és ahhoz képest, hogy egy évre eltűntem megint, szerintem elég jó a nézettsége a videónak, illetve a visszajelzések. Tudom, hogy mások 100 000-es nézettségben mérik ezt. Nekem ez a közel 1000-es is most meglepő volt, vagy legalábbis nekem örömmel tölti el a szívemet. Hogy most így hirtelen ennyien már néztétek, és hogyha tetszett ez a videó, akkor kérlek, hogy ehhez is szólj hozzá, mondd el a véleményedet, mondd el a saját tapasztalataidat. Tényleg nagyon nagy örömmel olvastam ezeket a kommenteket, meg olvasom, ezért úgy döntöttem, hogy megajándékozlak titeket, jövő héten 2 videó is lesz, az egyik, az első, egy rövid hasizom erősítő, preventív hasizom erősítő torna lesz, egy körülbelül 10 perces,
szétnyílt hasizommal is nagy valószínűséggel végezheted majd, de ez ugye nagyon fontos, hogyha én nem látlak téged, akkor 100% bizonyossággal ezt nem mondhatom. Viszont akkor itt megragadom az alkalmat, hogy elmondjam, hogy már lehet jelentkezni a hasreforma programra, beteszem a linket. Aki még nem tudja, az ott a hasreforma.hu-n, vagy nem ismeri, az minden információt megtalál. Ez egy főleg Zoom alapú program, ahol heti kétszer 20 percben találkozunk Zoomon, több időpontból lehet választani, és hétvégére pedig kaptok egy 20 perces videót. Tehát 3x20 percet kell összesen rászánnod arra, hogy a törzsizmaidat megtanuld nagyon jól megerősíteni. Ez alatt a 8 hét alatt is egyébként elképesztő eredményeket érünk el, de ugye az én célom az, hogy elméleti anyagokkal is megtámogassalak, ugye az is van a program elején, és közben is, hiszen állandóan tudsz tőlem kérdezni azzal, hogy oda-vissza kapcsolat van. Ilyen program nincs még egy ebben az országban, nem tudom, hogy máshol van-e, ez nekem ugye a Covid alatt egy teljesen saját találmányom volt, egészen véletlenül alakult így, de nagyon jól alakult, mert már nagyon sok száz nőnek tudtam segíteni ezzel a programmal. Szóval ez alatt a 8 hét alatt is jelentős lesz a változás a törzsizomzatodban, de igazából nagyon nagy tudást kapsz és muníciót ahhoz, hogy egész életed végéig nagyon jól tud erősíteni az izmaidat, illetve nagyon jól tud bánni a törzsizmaiddal minden egyes mozdulatodnál, illetve a napod minden percében. Úgyhogy várlak szeretettel. Az időpontok viszonylag hamar beszoktak telni, amint az Instagramon is meghirdettem, meg a Facebookon, de most itt tudjátok először a Testre Forma klubon kívül, hiszen ők klubtársakon kívül, hiszen ők mindig mindent előbb tudnak. Viszont ha majd szeretnétek, szeptember közepén oda is csatlakozhattok. Szóval jövő héten jön egy törzsizomerősítő videó, és folytatjuk a futásra való felkészülést is. Nagyon köszönöm, hogy itt vagy, és köszönöm újra a kommenteket, hiszen látjátok, meg is éri, vagy hát látjátok, hogy milyen jól esik nekem, megéri kommentelni, mert még akár ilyen ajándékokkal is meghálálom ezt nektek. Sziasztok!